fallabdázni fogunk. A fallabdát, aki még nem próbált, azért érdemes kipróbálni, mert egyébként rendkívül jól megmozgatja az embert, és nagyon jó zsírégető sportág is. Itt van már a stúdióban Kékes és Zsuzsanna, a Magyar Fallabda Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánok! Illetve itt van Hoffmann Péter, volt válogatott játékos elnökségi tag. Jó reggelt kívánok! Ugyanis 15 év szünet után egy rangos nemzetközi verseny Magyarországon, szeptember 22-e és 26-a között. De beszéljünk elsőként még magáról a fallabdáról. Miért érdemes bárkinek is kipróbálni? Mitől olyan különleges és jó ez a sportág? Mind a ketten versenyzők voltunk. Én ugye most már egy ideje a másik oldalon ülök, de szerintem Péter is fogalmazhat így. Nagyon izgalmas, érdekes. A legrövidebb idő alatt a legjobb intervallum sport. Összehasonlítva más ütősportokkal nagyjából a duplája, amit kalóriát, mennyiséget éget. Játékos, nem unalmas, szaladgálni lehet, és időjárás független. Részemről kiegészítem. Én is abszolút a fallabdának a komplexitását emelném ki. Az időjárástól független az is igaz, bár ugye, hogyha üvegpályán játszuk, akkor és az kint van egy-egy olyan verseny, ami kültéri, akkor ott lehet probléma, de alapvetően komplexitás, amit a legjobban megfogott az egész sportágban. Rangos nemzetközi verseny, amely visszatért 15 év szünet után ismét Magyarországra. Milyen versenyről van szó? A PSA az a profi squash liga, világranglista, és 15, inkább 16 éve nem volt világranglista pontot adó verseny Magyarországon, Budapesten meg főleg nem, mert egy vidéki város rendezett kisebbeket, és ugye olimpiai sportág lett a squash. Hogy mik lesznek a kvóta feltételek, ez még alakul, de hogy a világranglista beleszámít, az biztos. Úgyhogy gondoltunk egy nagyot tavaly, hogy mi lenne, ha rendeznénk egy ilyet, és az Ormai László asztali teniszcsarnokban zárt helyen, de üvegpályát bérlünk. Úgyhogy van egy 24-es tábla, és 3 magyar indulónk van. Hofi, folytatod, hogy... Kik azok a magyar indulók, illetve hogy mire számíthatunk például tőlük ezen a rangos viadalon? Az volt az elsődleges szempontja a szövetségnek, ugye a PSA-tól 2 szabad kártyát kaptunk. Ugye Farkas Balázs a 38. pont, most csekkoltam le, 38. a világranglistán jelen pillanatban, ő alapból felkerült, sőt harmadik kiemeltként vág neki a küzdelmeknek, és 2 olyan fiatal tehetségnek szerettünk volna lehetőséget adni, hogy pontot tudjon már szerezni, és hogyha a felnőtt kategóriába belép, akkor már ne nulláról induljon. Takács Benedek és Sáli Barnabás a 2 fiatal, aki még lesz. Tőlük azt várjuk, hogy élvezzék a játékot, minél jobban megmutassák azt, amit tudnak igazából, nemzetközi szinten is, vagy nemzetközi játékosok ellen is. Ha egy kört mennek, akkor már szerintem nagyon boldogok vagyunk. Balázstól pedig én nem mondanám, hogy mit várunk. Én azt gondolom, hogy Balázs nagyon jól tudja, hogy mit vár a magyar közönség tőle, és én úgy gondolom, és remélem is, hogy van olyan formában a nyári felkészülés után, hogy ezt be is fogja teljesíteni. Lehet látni képeket versenyekről. Hány nézőre számítanak egyáltalán? Hogyan követik akár idehaza magát a fallabdát? És a világviszonylatban az mindenféleképpen árulkodó, amit ugye mondott, hogy olimpiai sportág lett, tehát hogy népszerű. De hogy mégis mennyire népszerű a világban és Magyarországon a squash? Ez a tavaly októberi bejelentés, hogy kint leszünk Los Angelesben 2028-ban, ez nem csak Magyarországot, az egész világot felbolygatta, jó értelemben. A egyre több fiatal is csatlakozik, de a 20 évesek felélednek, és ez azért érdekes, mert utánpótlásra mindenki hangsúlyt fektet az egész világon. Az idősebbek, a 35 év felettiek szintén zseniálisak, például az MVM támogatásával most volt Master világbajnoksággal Krajcsák Márk, 14-szeres magyar bajnok, 3. helyezett lett. Tehát ők is nagyon aktívak, ez egy 1200 fős verseny volt, de ezek a 20 évesek valahogy, ha nem profik, akkor úgy elkallódtak. És most mindenki egyre aktívabb lesz. Ha 2028 után marad a squash az olimpián, akkor már nem csak 1, 2 vagy 3, hanem már egy bővebb palettából tudunk választani, és nem csak férfi, hanem női játékosunkból is. Jó. Ha nézzük egy ilyen versenyt, akkor és ugye lehetett látni, hogy ilyen üveg kalitkában van lényegében. Szokták így hívni, igen, elég sűrű. A helyszínen tehát hogyan követhető, jól követhető, akár a televíziós közvetítésben, tehát hogy milyen cipőben jár ilyen szempontból ez a sportág? Abszolút pozitív az összes
csatornától vagy a PSN-nak külön tévéje van, abszolút nézhető kategória már, a technológia ott tart szerencsére, hogy pályán belül is vannak már kamerák, pályán kívül is, és ugye a négy, vagy az üvegpályának ugye az a nagy előnye, hogy mind a négy oldalról lehet látni, tehát hogy nem csak szembe ülhetnek nézők, hanem oldalról is tökéletesen lehet élvezni a labdamenteket. Hátulra nem mennék, mert ott inkább a fotósok szoktak jó képeket csinálni, és akkor az lehet osztani tovább, de alapvetően az üvegpályának pont ez az előnye, hogy minden oldalról is több néző is tudja ezt követni. Az online pedig abszolút, tehát az üvegpálya, ugye alapvetően a falabda az fekete labdával játszódik, de itt az üvegpályán ez fehérre változik át. Igen, én is, amikor kipróbáltam még évekkel ezelőtt vidéken Szolnokon, akkor az volt az első pálya, azóta talán van még egy. Hogyha ilyen szempontból nézzük az országos lefedettséget, akkor milyen cipőben jár a squash? Ugye annó nehéz volt egyáltalán kipróbálni a sportágat, gondolom most már azért ennél sokkal jobb a helyzet, de milyen? A Covid nem tett jót nekünk, nagyon sok klub zárt be vagy alakult át, viszont most ebben bízunk, hogy szerintem ezt megerősítheti kollégám, hogy ha Budapesten ma este pályát szeretne valaki foglalni, nem tud, mert nincs. Egy-két pályát építeni viszont nem nagyon éri meg, úgyhogy egy kicsit nagyobb beruházásban gondolkodunk, ez már, ha minden jól megy, úgy, ahogy ez a verseny is NSU támogatással jön létre, úgy az a vonal is, ha minden jól megy, állami támogatása, hogy építenénk egy olyan klubot, ami 6-7-8-10 pályás, és azon viszont nem csak európai, de világversenyeket is rendezhetünk. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk a világszövetséggel, úgyhogy bármikor, bármilyen eseményt idehoznának, csak legyen hely. Úgyhogy pályákat építenünk kell. Erre az eseményre visszatérve pedig a jegy.hu-n lehet jegyeket kapni még a mai napig, mert 4-500 ember minden nap be fog férni. Igen. Akkor nagyon sikeres versenyt kívánok, köszönöm, hogy eljöttek és elmondták ezt nekünk. Köszönjük szépen.